Nos, srácok, kivételesen nem gaming videó. Tartunk egy kis szünetet, Zelda úgyis véget ért. Ahogy szokták mondani, mindenütt jó, de a legjobb Sopron. Úgyhogy mi éppen Sopron, most hagyjuk el, menjünk ki a városból, és irány a Family Park, vagy más nevén a Fertőtavi Mese Park. Szegény gyerekek nehogy egy évben Vidám Park nélkül maradjanak. Voltunk 19-ben Disneylandben, szerencsére az marha jó volt. 20-21 elvileg kimaradt a Covid miatt, 22-ben voltunk Fantasialandben, és most pedig a lehető legközelebb Magyarországon, Ausztriában. Elvileg azt mondják, hogy az Ausztria legnagyobb ilyen játék és szabadidő parkja. Tegnap már voltunk egy napot, nagyon jó volt. A netes képek, információk, videók alapján egy picit kisebbnek tűnik, de szerencsére egészen jól el voltunk. És egyébként, ami szimpatikus volt nagyon, majd nyilván nem ez lesz a videó, hogy itt az úton dumálok, ez most csak tényleg ilyen felvezető. Ami szimpatikus volt nagyon, hogy rengeteg dolog van a kicsiknek, nagyon kicsiknek. Tehát igazából mi, amikor voltunk a Disneylandben vagy a Fantasialandben, sőt egyszer még régen Legolandban is voltunk, ott valahogy úgy tapasztaltuk, hogy nagyon kicsiknek nem igazán volt annyi játék. Tehát például hullámvasút, szinte nem is. És itt majd csinálok videókat, majd mutatom felvételeken. Vannak ilyen extra mini hullámvasutak, ahol egy kisrác beül, de tényleg beülhet egy 2 éves, és halál jó, és tetszik neki. Meg rengeteg olyan játék van, ami a nagyon-nagyon kicsiknek szól. Tehát tényleg, ha valaki olyan család, hogy mit tudom én, akár 1-2-3-4 éves gyerekek is vannak, szerintem ez az ideális. Tehát ez van a legközelebb végül is hozzánk. És nagyon kicsiknek is van, viszont szerencsére vannak nagyon frankó két elég komoly nagy hullámvasút, hát a fejünk leszakadt. A pálya nem olyan hosszú, mint ahogy volt például akár a Disneylandben, akár a Fantasialandben, viszont rohadt gyors. Tehát tényleg nagyon jó gyors, nagyon jó kanyarok vannak benni. Az egyik egy ilyen római stílusú, majd ide képeket bevágok, csinálunk még ma is róluk szép képeket. De ott a környékén meg ilyen görög festéses, ilyen kékfehér festéses épületek vannak, tehát úgy vívódik az ember, hogy római vagy görög. De marha jól néz ki, a másik meg egy sima ilyen egér kinézetű cucc, az csak egy 4 személyes hullámvasút, megy mint az állat. Tehát igazából ezek kívülről nem tűnik olyan durvának, de megy mint az állat. És van még egy nagyon jó, mi azt csak Ninjago-nak hívjuk, mindent más helyről hívunk. A Legolandban volt egy ilyen félkarú cucc, az egyik oldalon csak egy hatalmas ellensúly, a másik oldalon pedig egy ilyen 12 darab ilyen ülőke, ilyen szék, és 2 ilyen szárny az oldalán. Ha nem akarod, nem rángatod, akkor csak körbe-körbe mész, ha rángatod, mint egy állat, akkor tudsz pörögni is lényegében. Csak ilyen hatalmas, ilyen körívbe megy föl, le, majd képet, videót beteszik. Szóval nagyon jó, tehát nagyobbaknak is van jópofa játék, kisebbeknek is van, és ezért egy napot elég jól el tudsz lenni. Picit rövidebb a nyitvatartás sajnos, tehát ez 10-5-ig van csak nyitva, és a Disneyland, ha jól emlékszem, este 11-ig volt nyitva, és akkor volt még tűzi játék. Most ez nyilván nem ez a volumen, de teljesen oké. A belépő az olyan közepesen fájdalmas, 12.000 forint egy főnek a belépő egy napra. Én úgy emlékszem, nem nagyon van különbség, hogy felnőtt vagy gyerek, már csak azért sem, mert ugye az emberek zöme az egy gyerek. Úgyhogy hát ez azért nem olyan nagyon diszkont ár, de el lehet lenni, szóval megéri. Árak bent azok olyan vegyesek, sült krumplit vettünk tegnap, ma fogunk venni ilyen süteményeket, mert a szállodába kaptunk ajánlatot, hogy melyik a jó. Hát árban már mindenhol minden elborult, úgyhogy itt is 5000 forint volt, azt hiszem 4 ilyen tölcsére sült krumpli, de hát ez sajnos ez van mindenhol. Na jó, szóval mindjárt ott vagyunk, aztán meglátjuk, hogy milyen a sztori. Hát a határátlépés az szerencsére nem egy komoly dolog. Kb. Egy ilyen kertek alatt, fák között átgurulunk. Tegnap még szerintem ember sem volt itt. Úgyhogy lehet, hogy csak azért, mert valami terelés van, vagy nem tudom micsoda. Jó, hát ennyi. Elhagytuk Magyarországot, átgurult Ausztriába, és hát akkor innen még 7 perc az út. Tényleg, hogyha valaki Sopronban megszáll, nagyon jó szállodát talál, nagyon kedvesek, nagyon elégedettek vagyunk, majd ezt is a végén megmutatom. Egy 20 perc út, ez a tök kényelmes, és kb. Ez a határátlépés, tehát nem kell szenvedni, hogy nem igazán hasonlálás, hogy az erdőbe átcsusszak. Na innen már csak pár pillanat a park, tényleg ilyen 1 perc távolság, és akkor így megjelenik a Fertőtó. Ez azért elég jól néz ki. Nem pici. És ott már látszódik a cica, az egész Family Parknak ez a macseka kabala figurája.
Nem kell egyébként megijedni, amikor belép az ember, akkor először egy kicsit ilyen retro feelingje van. Nem néztem utána, valószínűleg elég régen épült ez a park, és azért némely része egy picit retrónak tűnik. Van ilyen mesesétány, és ott ilyen kis viasz-szerű figurákkal, vagy valószínűleg kerámia, vagy valami egyéb figurákkal meg vannak építve ilyen mese, hogy mondjam, installációk, tehát a mesefiguráknak a részei, az egy picit ilyen retro hatású, de egyébként a park az tök oké, tehát, hogy itt az elején, ha egy kicsit, van egy olyan, ilyen három maci zenél, gyerek megállt, azt mondja, hú, ez ijesztő. Itt jó a helyzet, a közeli parkoló már csumpira meg van telve, de rengeteg parkoló van, tegnap is itt álltunk meg, viszonylag közel, tehát nem vészes, és akkor innen egy néhány perc séta a park bejárat. Na ez a belső parkoló, ez is elég közel van, kb. Ott a bejárat. Tehát itt a növények mögött, itt egy hatalmas mező, és ott nem tudom, szerintem elfér 3000 autó, és nagyon közel a park. Itt a bejárat, tényleg 3 perc séta. Na és itt a bejárat. És egyébként azért érdemes a szállodába intézni, ár ugyanaz, tehát kedvezményt sajnos nem tudnak hozzáadni, viszont itt a kasszáknál szokott elég durva sor feltorlódni. Engem meg a kassza nem érdekel, hanem fogom magam, is itt besétálok. Most egyébként semmi, tehát van 2 ember, de tegnap is ott volt nagy sor. Én itt szépen besétálok. Egyébként nyugodtan, akinek jegye van, az bejön. És ez még igazából csak ilyen előtér. Tehát itt még nem vagy bent a parkban, WC van, információ, ilyesmi, és ott a beléptetés. Hát igazából ott kell a jegyedet lehúzni. Csak hát ugye a jegyünk az már megvan. Ilyen nagyon cuki. Family Park. Megkaptuk papír alapon a szállodában, és ezzel be lehet lépni. Thank you. No, és akkor itt vagy a parkba egyből. Majd gyorsan elhadarom a dolgokat. Ezen is mentünk tegnap egyet. Ez egy szuper cuki, ilyen kis mini vasút. Ezt lábbal kell hajtani. Nem elektromos. Van rajta nagy ütköző az elején, mert mindenki azt csinálja, hogy teker, mint az állat, és utoléri a mögötte lévőt. Ami tetszik egyébként, ez valószínűleg már inkább csak a személyzet hiány, és nem a tudatosság, hogy egy csomó játék van felügyelet nélkül, például ez. Úgyhogy már megyek is föl. Ezt kézzel föl kell húzni, máshol ilyen helyen is van személyzet. Fogod magad, beülsz, azt húzod magad. Már jövök is. Most szépen a gyerek fog húzni, mert én videózok. És megyünk föl az égbe. Húzzad! Húzzad! Ez az! És akkor ott szépen kint a borvidék, ahogy bejössz, egyből nekiállsz játszani. Na, itt vagyunk a legtetején, kicsit tartsad, és akkor csinálunk egy gyors körképet. Hát innen még sok minden nem látszódik, mert éppen csak beléptünk. Van egy csomó helyen ilyen dekoráció, ott a távolban egy ilyen tekerő bohóc a bejárat fölött. Ezekre mondom azt, hogy egy picit ilyen retro hatású, de nem kell megijedni, szóval a park azért egész jó. Rengeteg helyen van kajáda, itt mondjuk zömében, ahol láttuk, ilyen mililit vackok, tehát azt nem fogunk enni, viszont kaptunk ajánlatot tegnap, hogy hátul van egy nagyon jó, az Egeres hullámvasútnál egy nagyon jó ilyen desszertező, ezt ki fogjuk próbálni. Szerencsére WC, mosdó, kézmosó, pelenkező köpésenként, úgyhogy családosoknak tökéletes. Na, mehetünk lefelé. Ez nem vészes, egy ilyen, hát nem tudom, 10 méter magas maximum. És akkor itt megy ez a tekerős ezen a sinen. Ez csak ilyen bemelegítő kis móka. Tegnap majdnem mindent sikerült kipróbálnunk. Egy dolgot nem, két dolgot nem, volt egy nagyon durva ilyen vizes, zuhatagos, már a nap végére elfáradtunk és elég nagy sorok voltak, illetve ebből a lezuhanósból, ami most vagyunk, ebből van olyan, ami olyan, mint egy madárijesztő, így nagyon gyorsan fölle megy, meg még billeg is, ott is nagy sor volt, de minden más sikerült kipróbálni, úgyhogy megyünk is és bevetjük magunkat. Nyisd! Ez az! Na ez is például kisebbeknek egy egész jó pofa játék, ott a túloldalon kell bemenni és egy ilyen rámpás fölle. Föl lesz száguldozós rész, ez most éppen nem használja senki. Nagyon sok van a kicsiknek, úgyhogy tényleg nagyon jó kisebb család, vagy kisgyerekes családosoknak is. Gimbalt nem hoztam, sorry, úgyhogy rezegni fog a kép. A gyerekek erre tegnap fölültek, hősök. Ez úgy megy, mint az állat egy idő után. Én erre nem ülök fel, mert ettől elhányom magam. Azért, hogy az ilyen pörgő mozgásokat nem bírom, tehát én bármilyen hullámvasútra szívesen felülök, de amilyen forgó mozgást végez, attól kidobom a rókát. Nagyon cuki kicsiknek, ilyen kis kacsás, körhinta, hát ezek mondom kicsit retróbbak, mint egy ilyen kis tavirózsa, és körbe mennek ilyen cuki kacsák. Ott hátul a klasszik körhinta. Na, ezekre a kajádákra mondom, hogy ezek ilyen nagyon tipik mirelit cuccok. Fánkozda,
és az a körhintán is ültünk tegnap, ott egy ilyen őrült pörgős cucc, az picivel is be lehet ülni, akkor nem megy így, az kb. Az ember saját maga hajtja, de így megy, mint az állat. Na hát sorry, tényleg hülye vagyok, a gimbalt elfelejtettem, úgyhogy a kép az nem lesz olyan stabil, elnézést. Ilyenek is nagyon sok helyen vannak, ilyen hatalmas mászórészek. Hát ez ugye teljesen manuál, bemennek a gyerekek és tudnak mászni mindenfele, de borzasztó majd, tehát bent a fák között. Még így nagyon éledezik a park, tehát egyébként nem értem, ezt a 10-től 5-ig ez olyan kevésnek tűnik, de 10 óra elmúlt és még mindig csak éledezik a park. Van nagyon sok ilyen vizes rész, tök cuki gyerekek tegnap dagonyáztak, tehát itt ilyen zuhatag és ott ilyen vizes játék, van csúszda, de ez kicsit, tehát hogy mondjam, nem annyira vizes, kicsit vizes. Beleülnek ilyen kis kocsiba a gyerekek, és azzal csúsznak le. Felnőttek úgy nagyjából ruhában ültek benne, az se volt vészes, de láttunk olyan kisgyereket, aki effektív fürdőruhában volt. Most csak azért lépünk ki egy kicsit, mert tegnap ott hátul van egy olyan, amit Ninjago-nak hívunk. A Legolandban egy ilyen volt, és azt Ninjago-nak hívták, ez a félkaros pörgős. És ott tegnap relatíve nagy sor volt, egy 20 percet is állni kellett. Egyébként tegnap máznunk volt, szerintem nem nagyon volt olyan, ahol 5 percnél többet kellett sorban állnunk. Ez egy ilyen csütörtök pénteki nap most, ami van, június utolsó két napja, 2023. És az a baj, hogy azt olvastuk a weboldalon, hogy egyébként még iskola időszak van, tehát ennyit sikerült megnéznünk a nagyvilágban, hogy mikor van még Ausztriában iskola. Igen ám, csak a weboldal kiírta, hogy abszolút az osztálykirándulások ideje. Tehát tegnap elég sok lemming volt itt. Messziről néztem a sorokat, és azt láttam, hogy oké, nincs sok ember. Volt ott 3-4 felnőtt, és mögött járt 40 ilyen cuki 6 éves. Úgyhogy azért voltak sorok, de gyorsan tovább jutottunk. Na, megyünk. Ilyen mászóhely is relatíve sok van, ilyen kis római gladiátoros, nem tudom, exatlon park. Na és ez a durva hullámvasút, amin tegnap mentünk sokat, hát így 4-5-öt is tudtunk menni. Ez nem tűnik olyan vészesnek, de azért elég kemény. Hát ez a zuhatag, ez elég jó. Nem túl hosszú a pálya sajnos, viszont jó gyors. Úgyhogy élvezetes egyébként. Itt még nagyon-nagyon light-os a felhozatal. Jövünk ide hátra, aztán reméljük, hogy föléled a park. WC mindenhol, és egyébként szépek. Ez szerintem egy kicsit újabb részleg, itt a gyerekpelenkázó, nagyon cuki ábrákkal. Itt egy ilyen hajóhinta, azt hiszem azon is mentünk tegnap. Meglepő módon még nem mennek az attrakciók, ezt nem annyira értem. Lehet, hogy 10-kor nyit a park, és 10-30-kor indulnak az attrakciók. Itt az osztrákok azért nem viccelnek a szabályokkal. Na és itt a mini hullámvasút. Tehát itt konkrétan ilyen 2-3-4 éves gyerek tök vígan el van. Nagyon sok ilyen attrakció van a piciknek. Úgyhogy ez az óriás lánchinta. Ja nem, ez nem a lánchinta, ez nagyon vicces. Ezt ilyen joystickkal tudjuk irányítani, ez is ilyen városnézős, parknézős. Majd erre is fölmegyünk. Megy körbe-körbe, de nem túl gyorsan. És ilyen joystickkal föl tudsz menni, le tudsz jönni. Jó pofa. És akkor valahol itt volt a Ninjago. Mi Ninjago-nak hívjuk, ezeknek nyilván ilyen osztrák neve van, amit nem bírok kiejteni. Ezt a típusú játékot a Legolandban hitták Ninjago-nak, azért hívjuk így. Ó, ez hullámzik. Ja, egészen jó. Figyelj, ez egy... Izé, hard drive. Hát neked ez nagyon hard drive. Nagyon durva, hogy így hullámzik. Hát lehet, hogy hányni fogok. Jaj, Isten, nem hiszem már velem, hogy a kacsáton hányni fog. Kis lemingek is bírják. Na mondjuk apa hányra ezen? Ja, ez kőkemény. Következő cuki klasszik vúsli játék kisebb gyerekeknek, vagy hát ilyen családi, de teljesen jó ez is. Jó pofa. És akkor megyünk hátra. Ott van már a nagykarosnak a teteje. Na itt vagyunk hátul, hát ez szerintem talán a legeslegszebb rész a parkban. Ilyen ókori, római, ilyen kolosszeum feelinget idéz, és nagyon-nagyon szép az egész, ilyen vízesések, csobogók, növények, nullát kell sorban állnunk, úgyhogy azért siettünk hátra, mert itt tegnap hosszabb volt a sor. Hát ezt közben nem fogok tudni rögzíteni. Úgyhogy ebbe ülünk, és repülünk. Majd csinálok másik videót kívülről. Megyünk be a gyerekkel, nulla a sor. Isten a király. Ez olyan jellegű, hogy a szemüveget levetetik az emberről, napszemüveget, mindent, úgyhogy közben nem tudok rögzíteni.
óriás nyuszi, óriás répa. Zsúdul a krokó. De ki lesz a krokó? Úton a hullámvasúthoz, ezen megyünk. Itt se tudok videózni, se gimbalt, se sportkamerát nem hoztam, úgyhogy így jártam. Sajnos, de most sietünk, mert még nincsenek sorok. Nulla sor, mehetünk egyből. Nagyon király, kettőt tudtunk menni egymás után. Tök jó, hogy még kevesen vannak, tehát tényleg érdemes korán jönni, 10-kor nyit a park, tehát azért az nagyon nincs korán, de ilyenkor még elég szellős a terep. Tegnap volt sok iskolás csoport, most nem nagyon, és ki se kellett szállnunk konkrétan, kettőt tudtunk egymás után menni itt is, illetve azon a nagy pörgősön is, úgyhogy eddig nagyon szuper a történet. Most megyünk egy ilyen, ott pörög hátul a, hát mi Ninjago-nak hívjuk, tudom, hogy nem ez a neve, tök mindegy, így fogok rá hivatkozni. Legolandban ez Ninjago, ott röpül hátul, nagyon fantasztikus, én azt nagyon szeretem. És most megyünk egyet ilyen kis nyomi családi krokodiloson, mert van egy nagy vizes zuhatagos, arra egy kicsit rágyúrunk. Ezzel kell kezdeni. Cuki mini krokodilos zuhatagos, ez nagyon cuki. Állítólag tiszta vizesek leszünk, nem árt egy kis víz. Ez ilyen baby. Ott lejön a kroki. Kedves feleségem viszonylag kismértékben szereti ezeket a dolgokat, de azt mondta, ezt kipróbálja, tehát mondjuk ez tényleg teli bever vízzel. Ez ilyen kis bébi pálya. Kipróbáljuk. Na hát ez szuper cuki. Hanyat fekszik a krokodil, és abba megyek. Az egyetlen, ami aggaszt, hogy ez csumpi vízes ez az egész cucc. Tehát masszívan csumpi víz leszek a végén. Hát mindegy. De ez ilyen szuper cuki. A végén van egy ilyen kis zuhatag. Hát remélem, kedves feleségem nem fog elájulni. Meg egyébként itt ülök a vízben, szóval ez nem annyira jó érzés, de mindegy, hamar megszáradunk. Előtte durvábbakon voltunk, úgyhogy nem hiszem, hogy ez olyan nagy tragédia lesz. Hát, aki rutinos, az ide izébe jön. Fürdőgatyába. Vagy nem tudom. Nagyon cuki krokodil, hanyat fekve egy úszkál. Ennyi. Hát a végén nem biztos, hogy rögzítek, mert félek tőle, hogy kiesik a kezemből a telefon. Úgyhogy azt majd mindjárt elteszem, azt majd kívülről levideózom. De szép, szóval nagyon szép az egész, mert ide fog fölvinni valahogy, arra a rámpára, és akkor onnan fogok lejönni. Ott fogunk lejönni mindjárt. Ilyen kis egyszemélyes cuki csónak, illetve itt van egy párna, tehát ha valaki ketten van kisgyerekkel, beülhet vele, csak hát akkor neki háttal kell ülnie. Ilyen szuper cuki vízesés alatt jövök el. Fácsom, nagyon jó pofa. Hát kíváncsi vagyok ez a zuhatag a végén mennyire. Kicsit örülnék, ha mondjuk annyira nem lennék vizes. De mindegy, szerencsére jó idő van, süt a nap, megszáradunk. Na, megyünk föl a rámpára. Kis cuki így kihúz a rámpán. Ott a kis vízesés. És hát akkor ezen a zuhatagon fogunk a vége lejönni. Ez tényleg ilyen lájtosabb szerintem. Tehát mondom, az egyetlen félelmem, hogy
csumpi víz lesz az ember, de hát ez van. Ott a hátul a repülő, az fantasztikus, azt mindenki próbálja ki. És hát tényleg ezen szerintem kisebb gyerekekkel is le lehet jönni. Most megy ott le a srác. Hát ez két ilyen kis huppanás. Nem vészes. Na, talán nem csobban akkorát. Talán nem csobban akkorát, megpróbálom levideózni. Na jó, akkor most egy kis száradás következik. Nem vészes, csak tiszta víz vagyok! Na, kis kosárba beültünk, ez is nagyon szép hely. Ilyen kis joystickkal lehet irányítani, föl le. Nagyon jó, nagyon kevesen vannak még mindig, nagyon bízunk benne, hogy ez így marad. Csumpi vizesek vagyunk, ezért gondoltuk, hogy most egy lightosabb, hogy fölmegyünk a napra. Nyomjuk a kis kart, akkor szépen följövünk, ott megy a izé. Irányítod, Emi, létszi. És ez elég lassan megy körbe-körbe, tehát ez tényleg ilyen teljes pulzus kettő. Ott mentünk az előbb, fantasztikus, most is fél üres a kocsi. Tehát péntek van. Június 30, péntek, 7 ágra süt a nap, és majdnem üres a park, úgyhogy fantasztikus. Ez a kis krokodilos is egyébként nagyon élvezetes. És picit maradjunk fönt, hogy körbenézzük. Szóval nagyon élvezetes, mert egyébként tényleg kicsi, ekkorákat ránt, azt mindjárt lejtem a telefon. Szóval, hogy nagyon élvezetes, mert kicsi gyerekek is tudnak menni. Tényleg nagyon sok dolog van a kicsiknek, nagyon merem javasolni. Ez a krokodil, ez például tök olyan, hogy ugyanaz a nagy zuhatagnak a feelingje, csak kicsi, kicsiben. De hát tiszta víz az ember, úgyhogy nem mozgathatod, ahogy akarod. Ott az a pici hullámvasút. Hát tudom, mondom, jobb lenne, ha legalább egy gimbalt hoztam volna, ha sportkamerát nem is, de hát nincsen sajnos, úgyhogy elnézést. Csak inkább egy ilyen kis instant park bemutató, ha valaki tervez ide jönni, hogy kb. Mikre számíthat. Ez az újabb régió, tehát ez szebb, ez tényleg ez jól néz ki. A régió ott a bejárat környéken az tök érződik, hogy valószínűleg az sokkal korábban készült. Néha van egy picit retro feelingje, de ott is vannak jópofa játékok. Úgyhogy nagyon szép a táj, messzire ellátni, itt visítoznak a hullámvasutasok. Élvezetes, teljesen jó. Tehát tényleg azt gondolom, hogy pici gyerektől felnőttig kb. Mindenki talál megfelelőt magának. És nagyon szép a hely, tehát tényleg teljesen oké. Okay. Na, ezen ültünk az imént. Ez szuper cuki, ennek is kicsit ilyen római stílusa van. Nagyon kellemes, kis fonott kosárkába ül az ember, egyáltalán nem gyors, és ez is azért jó, mert mi döntjük el, hogy mennyire menjen magasra. Tehát aki picit tériszonyos, akkor ő fölmegy csak félig, és kész. És lassan megy körbe. Mondta a srác, full az egész személyzet magyar. Tehát sehol nem nagyon hallunk osztrák, vagy hát német hangot. És mondta a srác, hogy tegnap egyébként relatíve sokan voltak kisgyerekek. És mondta a fickó, hogy utolsó hét az iskolába. Azért voltak tegnap sokan, mert jellemzően a csütörtöki nap volt az osztálykirándulás, az utolsó előtti nap. De hogy ma az utolsó tanítási nap, júni 30, bizonyítványosztás, tehát nagy eséllyel ma nem kirándulnak, hanem évzáró és bizonyítványosztás. Tehát állatira élvezném, ha ez a létszám lenne egész nap a parkban. Tehát Ausztriában most még iskola van, és még a nyári őrület nem tört ki, úgyhogy elég király. És ilyen nagyon szép. Ilyen nagyon szép az egész parknak a dizájnja itt hátul. Tényleg nagyon vagány. És akkor itt csak egyet megvárnék, ahogy jön a kocsi. De megyünk megint a hullámvasúton, mert tényleg fél üres. Tehát szeretnénk kihasználni ezt az időszakot. Még mondta a srác, hogyha lesznek is többen, maximum délután. Úgyhogy addig mi rommá hullámvasutazzuk az agyunkat. Egyébként ez nem tűnik vészesnek. Mindegyik játékra jellemző, hogy kívülről tök lightosnak tűnik. De belülről durvább, és főleg az egeres olyan, hogy lényegében még a vízszintes helyeken is tök érződik, feltételezhetően ilyen elektromágnesesen olyanokat lök, szóval azért úgy megy a cucc. Egyáltalán nem tűnik, tudom, hogy nem tűnik durvának, tök izé, gagyinak tűnik kívül, hát jó, nem gagyi, de lightosnak tűnik, de elég gyors, tök élvezetes. Hát szerintem ez pont olyan, hogy tényleg kicsik is, nagyok is tudják nyomni, nagyon, nagyon jó feeling. Na, mondtam már az imént, de mondom ismét, hogy tényleg nagyon családbarát az egész hely. Minden lépésenként WC. Most ezt csak azért mondom, mert azért vannak olyan helyek, ahol nem. Tehát például egy-két évvel ezelőtt voltunk... melyik is volt?
ezek a tavak Horvátországban, nem, Plitvicei tavak. Plitvicei tavaknál voltunk, fantasztikus, csodálatos az egész hely, viszont órákon keresztül bolyongsz az erdőbe, és sehol nincs WC. Tehát órákon keresztül nincsen WC. Igazából viszonylag ritkán vannak ilyen, mondjuk kb. Egy vagy két helyen összesen az egész út során ilyen checkpointok, étkezőhelyek, ilyesmi, és ott van WC. Meg kuka sincs sehol. Tehát ott olyan mértékben úgy vannak vele, hogy ők nem fogják a karbantartást végezni az erdőben, úgyhogy nincs semmi. Ja, és itt egyébként szuper vicces volt tegnap. Olyan szinten mindenhol magyar a személyzet, és egyébként halál jó fejek, tehát nagyon aranyosak, nagyon kedves mindenki. Itt például a hullámvasútnál most mentünk, vagy négyet ötöt egymás után, két magyar srác, ott poénkodik, ezt a tipikus poént eljátszotta, mondta a nagyobbik lányommal, aki rommá parázza magát, hogy arra vigyázza arra a beszorítóra, mert az tegnap kicsit letyögött. És a gyerek egyben összeszarja magát. Ugye az internet tele van ilyen videókkal, hogy ezek a leesős gépek, és akkor ott mondja a gépkezelő, hogy jó, egy pillanat, valami gond van az övvel. Abban a pillanatban elindítja, tehát így paráztatni az embereket. Na itt is ezeket eljátsszák, illetve itt tegnap szálltunk be, nagyon sok helyen van ilyen kis magasságmérő léc, nézik a gyerekeknél, hogy szülővel egy kicsit alacsonyabb a magasságkorhatár, szülő nélkül azért magasabb, mindenhol lemérik az ilyen határeset gyerekeket. Hát nekem a nagyobbik gyerek az akkora, mint én, és akkor szállt be, és itt mondta is hangosan, hogy jaj, engem le sem érnek, mert akkor jött utána a kezelőbácsi, hogy jó, ha igényed van, akkor lemérlek. Úgyhogy kb. Mindenki magyar és tök jó fej. És egyébként mondom, ez is tipik olyan, ami kívülről lájtosabbnak tűnik, tehát sokkal gyorsabb egyébként bent, és a végén jó magasra fölmész azért, és ott egy pillanatra így megállsz a levegőben, és mondom, tényleg szuper jó fej mindenhol mindenki. Abszolút tisztaság mindenhol természetesen, nagyon szépek a dekorációk, kuka mindenhol, WC mindenhol, szóval, hogy tényleg nagyon, nagyon oké a hely, nagyon családbarát. Na itt is van egy ilyen őrületes gyerekjátszó építmény, egy csomó ilyen vízágyúval, de be lehet menni, vagy lehet, hogy ide nem lehet bemenni, csak egymást lehet lőni. De itt néha van egy ilyen robbanás, egy ilyen vízrobbanás, hogy mindjárt megpróbálom megmutatni. És így egymást lehet ilyen kis izékből. De ott, mintha lenne egy ajtó, lehet, hogy be lehet menni, és itt lehet egymást lődözni. Mindjárt robban egy vízbomba. Na itt a mini hullámvasút, tök cuki. Nagyon jó, hogy ilyen egészen kicsi gyerekek tudnak menni. És tényleg tök feeling. Ott fölviszi, és aztán megy egy nagy kört. Az a baj, hogy iszonyat sok agyam van, az egy dolog, hogy nem hoztam gimbalt, sportkamerát, de powerbankot se. És ugye nagyon sokat nyomogattuk a telefont, és már kb. 60%-on van az akku, úgyhogy kérdés, meddig fogok tudni rögzíteni, de hát amíg tudok, addig rögzítek. Na, ott van fönt, ahol az előbb voltunk, az is nagyon feeling, és akkor átmegyünk a park másik végébe. Ott is vannak jó pofa dolgok, mert ezeket már itt elég jól bemutattam, amik itt vannak. Na, itt jöttünk az előbb, megy föl a cucc. És ez tipik, azt mondom, ami kívülről nem tűnik olyan durvának, de azért ez itt elég nagyot esik. Ott egy picit lejjebb megy, ráfordul, és azért itt jön egy komolyat. Nyilván ez a hatalmas amerikai hullámvasutakhoz, meg játékparkokhoz képest lájtos, de szerintem pont jó. Tehát nem az, hogy összetottyantod magad, de tök élvezetes. Szóval azért ez egy elég nagyot zuhon itt, és aztán egyből kb. Egy vízszintes balba csap át. Na, a csúszdát is használják már, hát ez ilyen. Jó pofa, ilyen kis bobszerűségeken lejönnek a srácok, és oda középre be kell rakni, és ezt szépen úgy visszaszállítmányozza. És ilyen mászó labirintusok mindenhol és minden mennyiségben. És ott volt egy ilyen információs tábla, azok is vannak. De egyébként ilyen park térképet is természetesen a bejáratnál tud kapni az ember. Applikáció is van, most azzal fölöslegesen nem akarjuk meríteni a telefon, mert nem hoztunk powerbankot, úgyhogy totál offline-ok vagyunk. És ilyen cuki picibe összehajtogatható, és akkor itt van rajta ez a mérete, tehát ekkora méretre össze tudod hajtogatni. Az események, programok, stb. Itt a cím, ha valakit érdekel, azért ez nem egy mellékes szempont. Applikációnak a letölthetősége, szóval teljesen felkészült mindenki. Na most megyünk az Egereshez, mert ott sokat kellett tegnap várnunk. Na csak így kaja árak a tájékoztatás jelleggel. Ilyen kis tölcséres zacskóban sült krumpli, 4,50, jár hozzá egy szósz, édes burgonya az 7,50. Beindult a gyerekjátszó is, most már olyan 11:30 körül vagyunk, és itt tudnak dagonyázni a gyerekek, kisfiú oda épp beáll, szakad a víz a fejére, csak el ne csúszson. Hát ők itt elszöszögnek jó darabig. Szerencsére jó meleg van, úgyhogy ilyen én is beállok alá, bár már így is csulom víz vagyok. Na van egy ilyen meseerdő szerűség, ez tényleg csak ilyen érintőlegesen
bemutatom. Ez ilyen kisebbeknek, hát ez egy picit ilyen retro részleg. Így kb. Egy pár ismertebb mese, nyilván német címekkel vannak kiírva, tehát nem feltétlenül biztos, hogy mindegyiket be fogom tudni azonosítani. Ez például a Hópárduc és a Rabbi, vagy nem tudom, nem, Csizmáskandú, bocs. Van itt minden. Hát igen, szóval ez valószínűleg nagyon régen készült, ez azért nem a mai design. Cukik meg minden, de ez tényleg nagyon kicsi gyerekeknek, és ne ebből ítélje meg senki a parknak a minőségét, tényleg vannak nagyon jó cuccok. Ez a mézes kalácsház, ez mondjuk cukin néz ki. Ez nyilván a Jancsi és Juliska, ezt azért könnyen kitaláljuk. Itt van valami horror sarok, de nem tudom, be lehet-e menni, nem látok bejáratot. Na mindegy, hát szóval itt egy ilyen viszonylag hosszú, ilyen kellemes, árnyékos, erdős részen végig tudsz menni, vannak padok, le tudsz ülni, enni, pihenni, és akkor közben pedig ilyen meséknek a berendezett cuccát tudod nézni. Nem mindegyik, de némelyik, például ez a mézes kalács ház is, van ilyen gomb a kis installáció előtt, és akkor megnyomod, és akkor elmondja a mesét, vagy legalábbis egy részletet, de természetesen németül, és viszonylag diszkrét a német nyelvtudásom, úgyhogy ez nekem olyan sokat nem ér, nyelvválasztó nincsen, de mindegy, kis cuki, osztrák gyerekek leülnek és hallgatják a mesét. Na itt a mesesétány végén a parknak az alsó része, itt is vannak jópofa játékok, ott van az a kék őrület, hátul a fák mögött, ami minden irányba pörög, amire a gyerekek fölültek tegnap. Na ezektől hányom el magam, erre nem ülök föl. Tényleg bármilyen hullámvasút, oké, de ez nem. Ilyen cuki léggömbös körhinta. És akkor itt van lent az, amit mi ilyen Tikálnak hívunk, marhára nem az a neve, de a Fantázialandben Németországban ugyanilyen van, és ott ezt Tikálnak hívták. Fölvisz körbe, nem forog gyorsan, és így ledobál. Vicces. Jövünk. Nincsenek olyan nagyon sokan. Szerencsére elég sokat fölvesz ez a gép, tehát így 20 ember is kb. Befér. És hamar sorra lehet kerülni. Na, most menjünk a sárga oldalra. Tegnap végig a piroson voltunk. Hát mondjuk én beülök ide. És akkor ez mindjárt fölemelkedik. Na ott a másik, arra nem jutottunk még tegnap föl, mert nagyon nagy sor volt mindig, olyan, mint egy ilyen madárijesztő, vagy valami ilyesmi. És ez föl le rángat kicsit gyorsabban, erősebben, és még jobbra-balra dölöngél is ez a madárijesztő. Szorosan, jó, fokom, köszönöm. Szóval, hogy arra tegnap nem jutottunk rá, de itt például olyan kedvesek, látja a lány, hogy videózok, és mondta, hogy szorosan fogjam, de nem mondja azt, hogy tegyem el. Szóval itt azért ez sokkal, sokkal élménybarátabb ez a hely, eddig mindenhol, mindig mindenél ránk szóltak. Úgyhogy, hát meg mondjuk nem az ő baj, hanem szorosan fogom és leesik, akkor vége a telefonnak. Na és akkor ennyit, ilyen cuki bocik a dekorációk. És egyébként azért mindig az embernek a gyomra a torkába ugrik. És mindjárt zuhanunk. Oh! A gyerek sikít, mint az őrült. Oh, ilyen cuki bocikák mindenhol, mondjuk tényleg majdnem leejtem a telefont. Oh, ne hordíts! Oh, igen, azért vicces. Oh, kicsit liftezik az ember jobbra. Na ehhez azt hiszem erősen el kellett volna egy gimbal. Elnézést kérek, ha valaki a monitor alatt elhányja magán. De legalább átjön az élmény. Legalább igen életű lesz. Egy VR headsetet még valaki fölvesz, akkor garantált a hányás. Bocsánat, nem hoztam. Pokker, nem hoztam stabilizátort. Hát ilyen rövid menetek vannak, de élvezetes ez is. Szóval ide is kisgyerek is fölülhet egészen nyugodtan. Na jövünk, kipróbáljuk ezt is. Erre tegnap nem maradt idő, mert nagy volt a sor. Megnézzük, de itt nem tudok videózni. Ez relatíve gyors. Ezzel csak annyi a baj, hogy relatíve gyors, és aztán idő után elkezd dőlni. Jobbra-balra. Vicces.
Ez nagyon vicces. És aztán egy kicsit kidől az egyik irányba, aztán a másik irányba. Elég szar a fény viszony, mert majdnem telibe süt a nap, sorry. Ezzel nem tudok mit csinálni. Na és most elkezd kidőlni oldalra. És aztán majd a másik oldalra. Na, megyünk ezen. Na, mentünk egyet, túléltük. Olyan rohadt jó, hogy egyből megyünk még egyet. Kicsit dölöngél fönt, egyáltalán nem vészes, gyerek végig sikítozta az egészet. Megyünk a következő körre. Fölvisz, kicsit dölöngél, aztán ledob. Szuper vicces. Most mindjárt indulnak le a srácok. Nem is mi teljesen a tetejére, azt hittem a tetejére megy, de nem. Fényviszonyok nem túl jók, de mindjárt zuhan a történet. És akkor mindenki siki. Mehet, na. Jó pofa ez is. Vannak ilyen szuper cuki malacos körhinták, vagy hát ez nem tudom minek minősül. Ilyen kis kisgyerekeknek ilyen kis malacos körbe, körbe gurulós. És így röfög, mint egy disznó. Nagyon cuki. Ez is egy picit ilyen retrobb cucc, de hát jó pofa. Van őrületes mennyiségben ilyen klasszik vursli cucc. És egyébként itt tegnap találtuk rengeteg ember mászkát, rengeteg az túlzás, de relatív sokan mászkáltak ilyen viszonylag nagy Yoshi meg Mario figurákkal, ami úgy viszonylag a gyengém. És itt valahol volt ilyen óriási, ilyen, hát ez a karos játék, ugye, ami ez zömében egyébként ilyen csalólopógépre van beállítva, hogy senki soha semmit ne tudjon nyerni, de itt valószínűleg nem, mert elég sokan vittek. Na, itt van valami bácsi, aki mászik, ott hátul egy vízimalom, itt egy cuki békás, ilyen volt régen a Fantázialandben is, és aztán lehet, hogy valami okból kifolyólag ezt megszüntették, mert legutóbb, mikor ott voltunk 2 éve kb., az ugye Németországban van, Kölntől nem olyan messze, akkor nem volt ott ez a békás, ezt megszüntették. Na és akkor itt van ez, amit tegnap néztünk, ilyen óriás karos, és tele van Mario meg Yoshi figurákkal, ezt meg lehet próbálni kiszedni belőle valamit. Na hát ez kár, hogy nem videóztuk. Kiszedtünk egy Máriót. Azért ez nem olyan csalógép. Hát Yoshit akartunk, de mindegy. Egy 10 eurót bedobtunk. És 10 eurót bedobtunk, hát az mennyi? 3800 forint. És az 7 játék. Egyébként relatíve korrekt, 7 játék. És kiszedtünk egy Máriót. És egyébként brandelt Nintendo cuccnak tűnik. Igen, tehát első ránézésre kicsit gagyi, de ez abszolút brand terméknek tűnik, és original Nintendo, nem nagyon látszik. Hát 3800 forintot megért. Hát ez volt jó! Lenes, ez az! Föl! Kiszedtünk egy Yoshit! Na jól van! Kiszedtünk egy Máriót, meg egy Yoshit! Ez királyság! Nos, srácok, hát figyeljetek! Szóval, hogy ez a gép, itt van a park közepén. Hát én elég ilyen Mario Yoshi fan vagyok. Úristen, olyan remegek az idegtől. Mind a kettőt megnyertük. Olyan a sztori, hogy 10 eurót bedobtunk, és ez 7 játék. És az egyik gyerek kiszedte a Máriót, a másik a Yoshit, és a 10 euró az ugye mit a 3800 forint mondjuk. Az egyik kör volt, a másik kör volt, de lényegében 7 játékon belül meglett egy Mario, meg meglett egy Yoshi, szóval egy óriás figura 3800, meg a másik óriás figura is 3800. Így végre egyszer életünkben szerencsénk volt, úgy nagyjából itt vannak a cuccok. Na itt hátul is van csúszda, egyre többen vannak mondjuk sajnos, de az élmény az megvan, most már haverommal sétálok a parkba. Együtt, úgyhogy... illetve a haverokkal. Így csúcsra járhatjuk az elmebajt. Nem baj, jó az így. Nyertünk, komolyan mondom. A legjobb feeling az benne, hogy nyertünk. Minden másra ott a Mastercard, ahogy mondani szokták. Hát 10 eurót egy ilyen megér. Nekem meg főleg, mert hülye vagyok. Na itt van ez még marha jó, de erre azért még energiát gyűjtünk, mert azért ez elég hard. Itt ilyen kis light-osnak tűnik. Ez olyan, mint a krokodilos volt. Kis hajóval végigmész. Csak az a durva, hogy ez a legvégén
effektív konkrétan egy lifttel, egy bazi nagy lifttel fölvisz a toronyba, és onnan egy rohadt nagy zuhataggal lejön. Így a teljes pályáját nem tudom végigmutatni, mert ezért zömében takarásban van, de itt jön ilyen kis odukban, itt jön a hajó. Ott van a végén egy ilyen fordítóház, bemegy oda, és ott van egy pici zuhatag háttal lefelé, már az is poén, az olyan light-os, az kb. Akkora, mint amekkorát ment a krokodil. Az egésznek az alja olyan, mintha egy ilyen kis hódok által összerakott ilyen rőzserakás lenne, csak hogy növelje a biztonságérzetet, és ott látható a hajó hátul, és ott effektív fölviszi egy lift, hát nem tudom azt megtippelni, nem tudom, 20 méter talán. Ott szépen kiemel a lift, és aztán elenged. Oszt hello! És itt egy nagy hupli, és aztán még egy, itt a fal mögött. Mindjárt indulnak. Hát ők annyira nem is visítanak. És ott még egyet. Na, királyság. Szerintem ezt is kipróbáljuk azért. Kár lenne kihagyni. Na, állunk sorba az egereshez. Első körben ez lightosabb hullámvasútnak tűnt, de végül is lehet, hogy nem. Mert nagyon gyors. Igazából egyébként, ha megvennék a licenszet, akkor az mondjuk lehetne ilyen lecsós. Ratatouille-s cucc, de nem vették meg a licenszet. Úgyhogy csak patkányos. Ilyen négy személyes kocsik vannak. Nem tűnik durvának, de megint az állat. Nyilván ez is olyan lesz, amiközben nem tudok videózni. Na, itt jönnek az emberkék, mindenki túléli. Ott az elején egy sötét kanyarral indul, így jobbra le, úgy emlékszem. Jobbra-balra. És ez kint megy, relatíve hosszú és relatíve gyors. Úgyhogy mondjuk annyira nagyon kicsiknek nem igazán merem mondani. Vagy aki mondjuk félős. Van, akik olyan kisrácok, akik bírják a gyűrödést, mennek ezerrel, de... Na hát itt mondjuk ő pont elég kicsi. Szóval túl lehet élni. Kívülről majd videózok róla. Na, a szállodába, itt a kijárat a patkányos hullámvasútból, és a szállodába, ahol vagyunk, javasolta a lány Sopronban, hogy ő itt dolgozott egy pár évig, ezen a helyen, ez a patkányos hullámvasútnak a kijáratánál van, és hogy itt fantasztikus cuccok vannak. Zömében egyébként ez a tipik Mireli dolgok, de hogy ez megéri, hogy ez egy jó hely, és hogy itt érdemes enni, úgyhogy ezt ki is fogjuk próbálni, tök cuki volt, még mondta is, hogy hát azt hozhatnának nekünk is. Ugye egyébként nagyon kedves volt, szerintem viszünk a szállodai recepciósnak majd innen egy desszertet a nap végén. Na, hát ilyet vettünk, mert sajnos a golyócska, amit ajánlott a soproni lány, az megszűnt. Ez egy ilyen kisütött waffel rudacska, hideg elvileg, van rajta valami szósz, csoki, vanília, cukorszórás, minden trutymák. Ez a kínálat, és hát sajnos ilyet akartunk volna enni, ez volt az ajánlat Sopronban a lánynak, és azt mondták, hogy megszüntették, de hogy végleg, tehát hogy nem is lesz már soha. Úgyhogy ezt nem értem miért, sajnos, hát ezért ilyet vettünk. Na, itt a kaja rész mellett csak amíg a szülők csilleznek az árnyékban, addig a gyerekek is kapják az ívet. Elég kemények az osztrák kisrácok. Itt ebbe az üstbe, hát ez a tipikus ilyen vízkijöntés, gyűlik az üstbe, azt mindjárt megküldi az egy gyerekeket. Az előbb beálltak a lávagyoten. Mentünk az egeresen egyébként, rohadt jó, nagyon jó lett kivételesen a fotó is, úgyhogy azt is megvásároltuk. Mennyi is volt? 6 euró volt a fotó. Ja, közben ott a háttérben az a elindult, az a hullámos, arra is nagy ügyesen felültem tegnap. Azt hittem, most csak előre-hátra megy. De nem, hanem előre-hátra megy, még forog is. Én ezeket a forgásokat nem annyira bírom, és hát nem sokára ráülünk arra, meg hátul még mögötte, meg megy a hajó, aminél az a liftes nagy zuhonás van a végén, hát most az lesz a következő. De egyébként ez az egeres hullámvasút is nagyon jó, az meg ott megy. Nagyon gyors, ez is nagyon jó gyors. De még a vízszintes szakaszon is azt gondolja az ember, amikor ott fönt van az a vízszintes kanyar, hogy ott egy picit lelassulok, de nem full érzed, hogy ott ilyen elektromágnesesen akkorát lök rajtad, hogy így hátra csapódik a fejed. Tehát a vízszintes szakaszon még egyet gyorsít. Na, a kisrácok jobban tudják, hogy mikor jön a szajré, úgyhogy most már készülnek. Mindjárt borul a víz. És közben emeli a csónakot, hát itt minden szegletbe élmény, közben emeli fel a csónakot, és azok meg most fognak ordítani a háttérben. És itt mindjárt jön a víz. Hátul a kis zuhatag, a nagy zuhatag, a pörgő, a minden. Szóval van itt minden. Tehát egyébként ez annyira relatíve nincs távol még Budapesttől sem. Durván 2 órás út,
és 10-től 5-ig vannak. Tehát, hogyha egy család úgy dönt, hogy leugrik egy pénteki napon, akkor mondjuk 8-kor elindulnak otthonról, mondjuk a Budapesten nem laknak távolabb, mármint nem az ország másik oldalán, 2 óra durván itt vannak, 5-ig van nyitva, 5-től 7-ig, 7-8-ig meg hazaérnek. Úgyhogy egy napi programnak is teljesen oké, még szállás nélkül is. Hát azért ez elég durva. Elnehessenek a srácok. Hát szóval jó pofa, van itt minden. Na mutatok egy felvételt kívülről is azért az Egérről, ami mentünk az előbb, mindjárt visszamegyünk még egy kört. Most még nincsenek olyan sokan. Na és hát itt viszik fel a gyerekeket. Ez a hajós. Hát mi úgy ítéljük, hogy ez a legdurvább. Úgyhogy ezzel fogunk a legvégén menni, de most már hamarosan ráveszünk magunkat. Megint telibe szemből van a nap. Elnézést. Remélem valamennyire fog látszódni. És hát onnan, és mindjárt ordítanak. Ezt nem értem egyébként, miért ordít az ember, de ordítás az a velejárója. Na és akkor itt az Egeres. Nagyon jó ez is. Ez elég hosszú, és megy, mint az állat, úgyhogy... És tényleg itt fönt, majd megpróbálom mutatni, hogy itt fönt ezen a részen, amikor fölérkezik az ember, azt hiszi, hogy na itt lassulni fog egy kicsit, és itt lök egyet. Ott. Tehát itt full még begyorsít, és megy tovább. Úgyhogy jó pofa. Jó képeket lő a végén, érdemes megvenni. Na itt is van egy ilyen. Ezen mentünk tegnap. Nem rossz. De azért nem akkora giga élmény, a szélén azért jobb, ha valaki a szélére ülök, még nagyobb az erőhatás, így jobbra-balra fölmegy, relatíve gyorsan, közepesen, kicsit forog, kicsit megy előre-hátra. Mindegyik játék egyébként kívülről lájtosabbnak tűnik, tehát ha beleülsz, ott azért élvezetesebb. És akkor megyünk a nagy vízesésre, elszántuk magunkat, úgyhogy ha ez az utolsó videó, akkor elpusztultunk. Na, itt most volt valami technikai probléma, egy olyan 6-8 hajót elengedtek üresbe, nem tudjuk miért, majd elő megkérdezzük. De most már hát olyan 8-an ülnek egy hajóba, tehát szerintem most már második-harmadik hajóba be tudunk ülni. 2, 4, 6, 8, nem, 10-en ülnek egy hajóba. Ott is, hát ott valamiért. 2, 4, 6, 8, ott csak 8-an. Ja nem, az első az csak ilyen lábtámasz, 8-an. Jó, hát 2-3 csónak is bekerülünk, tuti, hogy nem tudok videózni, úgyhogy majd a végén. Megpróbálunk majd valahogy előre jutni, remélem sikerül, mert az talán kevésbé fröcsköli telibe, mint a hátsókat. Elvileg, ahol becsobban, inkább hátraveri a vizet. Na, beültünk. Ilyen cuki hódok vannak mindenhol, mintha egy ilyen hódok által épített úton lennénk. A legelején egy pici zuhatag volt, ez lesz a fájdalmas. Hát őszinte leszek, azért ettől egy kicsit parázok még én is. Még ezekkel nem szokott gondom lenni. Na itt mindjárt bemegyünk oda a fordítóházba, és szerintem onnantól nem videózok, mert nem akarom lejteni a telefont. Úgyhogy hát onnan fogunk lejönni. Na az kemény. Mindjárt ott vagyunk. Na megyünk itt, és akkor itt egy kicsit háttal leesünk, aztán még kicsit zsónakázás, és a lift után már húzósabb. Na, itt már elteszem sajnos a telcsit, mert nem szeretném megsemmisíteni. Lejöttünk, túléltük, nagyon jó volt. Hát őszinte leszek, szerintem ez az első olyan, ami kívülről durvább, mint belülről. Tehát a többi játéknál általában azt mondtam, hogy kívülről lightosabbnak tűnik, és belülről durvább. Ez fordítva, mert ez a lift felvisz, és így látványra majdnem összeszarod magad. Egyébként nem volt olyan durva. Szóval egy kicsit ettől én is paráztam, egész jó. Tehát elsőre, hogyha benne van az ember, vagy majd, de második-harmadikra már biztos frankó lenne. Az a baj, mivel itt most volt egy ilyen kis technikai malőr,
és 5-6-7-8 hajót üresbe indítottak, ezért egy kicsit feltorlódott a sor, tehát ezt most nem fogjuk kívánni, de később szerintem még visszaérünk. Szóval tök élvezetes. Ez ilyen kis hódvárszerűség, tök cukik, mint ezek a hódok által épített cuccol jönnél végig. Nagyon kellemes, és ez durvábbnak néz ki, mint amilyen. Szóval tényleg szerintem kicsit ordítanak, de az belefér. Szerintem olyan is nyugodtan jöjjön le, aki kicsit parázik ettől, mert kifejezetten kellemes. Na hát most már kezdjük ismételgetni a dolgokat, jövünk a madárijesztőre, aztán megyünk még vissza a nagy repülőre, a másik hullámvasútra, meg majd még sok kisebb gyereknek való cuccot is próbálok revideózni, de van sok ilyen kisgyereknek való cucc. Körhinta, mindenféle játék. Na még pár kisebb gyereknek való cucc. Itt van egy nagyon cuki traktoros. Hát ez is végül családi. Tehát szülők is fölülhetnek, a kisgyerekek nagyon szeretik. Traktort vezetnek, egy ilyen relatíve hosszú pálya, elszötyörésznek itt kis trakival. És akkor itt van mögötte, azt még nem mutattam meg, egy hatalmas lánchinta. Nagyon szép, mert az olyan, mint egy almafa, és így lógnak róla az almák. Ezt ma nem próbáltuk ki, tegnap ment a gyerek, mindjárt megtalálom. Ott van hátul. Mindjárt közelebb megyek és megmutatom. És akkor itt van hátul az egeres hullámvasút, és akkor itt egy hatalmas ilyen almafa és ilyen láncinta. Ez is cuki. Hát azért így jó sokat gyalogol az ember. Tegnap is nem is tudom, valami 10-valahány kilométert mutatott az óra estére. Azért nem kevés. Meg hát azért szerencsére sok helyen van árnyék, de azért a hőmérséklet is olyan, hogy próbára teszi az ember, de nagyon jók a cuccok. Ez is. Pont itt jön el. Na itt a láncinta. Itt tegnap sikerült lenyelnem egy bogarat, beszélgetés közben, élmény volt. Családi videó rajta van, de azt a nagy közönséggel nem osztjuk meg, szerintem. Ennyire nem röhögtetem ki magam. És akkor itt a láncinta. Hát jó, szóval nem akarom nagyon túlbőlére engedni, mert is marha hosszú lesz a videó, de nagyon sok minden van. Tehát tényleg el tudja foglalni magát az ember, azért a 10-től 5-ig ez bőségesen kitölthető ez az idő adag. Na indul a cuki almahinta. Igazából ezeknél a helyeknél még egy kis zene hiányzik ezekből a gépekből, mert úgy talán még nagyobb feeling. Ez tipik az, amitől szétrókáznám az agyam. Szóval ezeket én nem bírom sajnos. Szívesen fölülnék, de tudom, hogy utána elhányom magam, úgyhogy ezt kihagyom. De nagyon szép, ez is olyan, mint egy hatalmas almafa, ott vannak a tetőn gólyák, nem nagyon látszik, és ilyen kis almákba ül az ember. Tök cuki. Na még a kisebb gyerekeknek rovathoz, van itt ilyen kis kakasos, körautózós móka, ez is ilyen kis vidéki berendezés, vagy nem tudom, ilyen kis korábbi, régiesebb stílusban, de nagyon cukik gyerekek el vannak. Illetve itt nem sokkal mögötte van egy kis vasút, úgy láttam, mintha az lett volna. Hát nyilván ezeket a nagyon pici gyerekeknek valókat már nem tudjuk kipróbálni, mert kinőttük. De mondjuk pont amikor Legolandban voltunk, hát jó, nem is tudom, 6-7 évvel ezelőtt, ott pont ez volt a baj, akkor még, hogy ott olyan nagyon pici gyereknek való dolog nem volt. És akkor az egyik gyerek még volt, vagy nem tudom, 3 éves, és azért ő nem tudott sok mindenre felülni, na itt ez a probléma nem jelentkezne. És akkor itt megy ez a kis vonat. Ilyen szörnyű, ijesztő hangok vannak mindenhol, ott megy a vonat. És egyébként itt is van egy mászótorony. Szóval konkrétan az a jó, hogy minden ilyen zegzugos helyen, tehát kisgyerekek itt azért le tudják vezetni az energiát, mert itt bemennek full rácsos, hálós végig, egy hatalmas mászókomplexum itt is. Össze-vissza tudnak menni. De hát tök jó. Ezek a köztes terek is elég jól ki vannak használva. Ez is egy óriási ilyen mászóterület. És itt is egy hatalmas büférészleg, 800 WC-vel. Úgyhogy jó a hely. Főleg így, hogy sikerült ezt a két Mario figurát megnyerni, ez teljes őrület. Itt egy másik körpálya gyerekeknek.
kis nyuszik, rókák. Ilyen cuki erdei. Erdei terület. Ez is szépen meg van csinálva. Hát egy olyan közepesen hosszú. De ilyen egész picik is nagyon élvezik. Szóval nagyon sok dolog van a kisgyerekeknek, tényleg nagyon, nagyon merem javasolni. Nekünk korábban probléma volt, amikor még nagyon kicsik voltak, de szerintem ide nyugodtan tényleg pici gyerekekkel is lehet jönni. Sok dolog van nekik is. Na itt egy ilyen cuki hordóhinta. Ott a, amit mi Tikának hívunk, az a forgatós leejtős. Ott a gyorsabb, a madárijesztő. És itt pedig ilyen cuki hordóhinta. A Disneylandben ilyenből ilyen csészés volt. Abba beültem, hát nem voltam jól utána, ilyen két évesek rihegtek, röhögtek, én meg majdnem elájultam. Úgyhogy ez a tipikus, körbe megy a platform is, meg lehet forgatni a hordót is. Jó pofa, ez is elég cuki. Ja, itt ezek a nagyon kemény, szigorú szabályok. Itt szegény pici baba itt elkezdett sírni, mert olyan pici, hogy anyukájával se engedték felülni. A többi gyerekkel felült anyukája, szegény, itt sír. Mindjárt felcsempészem, szegény, olyan kétségbe esetten sír. Nagyon cuki. Hát igen, ezek az osztrák szabályok, ezek szigorúak. Na jó, mindegy, hát szóval. Amúgy jó a park, csak tényleg van olyan, hogy legalsóbb magasság limit. Ahogy mondtam korábban, van olyan, hogy szülővel felülhet, az egy alacsonyabb magasság limit, és egyedül felülhet, az egy magasabb. De hát aki még az a magasságot se érje, hogy szülővel, egyébként ebben a hordóban nem tudom miért van olyan limit, hogy szülővel se ülhet fel, de olyan van. Úgyhogy ez egy körhinta, és akkor ott hátul pedig van egy hőlékbalonos, szintén az is, hát hőlékbalon, olyasmi, mintha hőlékbalon lenne, de nem az. Az is egy nagy pörgős hinta, és itt is mintha egy kis vasút lett volna, úgy emlékszem, ilyen kis erdei járat. Na, itt valamit szerelnek a srácok. Valamit meg kell javítani, itt meg egy kis erdei kis konvoj. Azt hiszem, ennek mindhez is lett volna a neve, hogy valami konvoj. Na hát szóval van minden őrület. Most már szerintem lassan utolsó képek, mert nagyon ismételni nem akarnám magam. Ott van hátul az az őrült kék. A gyerekek most elvileg arra ülnek fel, úgyhogy valahogy arra orientálom magam. Itt van ilyen dühöngő rész, akinek fiú gyereke van, és mondjuk kicsit nehezen bír vele, akkor azt itt be tudja küldeni, és itt kiélheti agresszív ösztöneit. Itt van bent vagy 30 bogzsák, és szétverhet mindent. Na és akkor itt az az őrült berendezés, amire tuti nem ülnék fel. Ez így megy mindenfele, és még az az érzet is van, mintha összeütköznének. Nyilván nem, csak ilyen fedésbe mennek. Na azért most már bedurrant a létszám sajnos, így délutára. Mennyi van? 14:30. Azért, na itt az ijesztő Maci zenekar. Kicsit ilyen zombi Maci zenekar. Jók a növények, és hát jó pofa minden, szép az egész. Menjünk vissza, hát most már ismételgetem magam, megyünk hullámvasutazni, meg arra a repülő Ninjago-ra. Itt van egy jó pofa kis sétasziget, Kalózvár, ide is föl lehet menni. Itt meg egy ilyen kis hálós kalózos építmény. Itt azért jó, mert itt jó hűvös van, itt a vízesés miatt. Tök cuki. Itt mászkálnak a gyerekek. Nagyon szép, minden nagyon szép. Ott lehet szembe. Nem, az nem fröcskel, azt hiszem. Nem tudom, fröcskel, de nem tűnik úgy, hogy fröcskel. Na, bevetjük magunkat. Átmegyünk mi is. Erre van egy rövidebb út. Na hát ezért jó, hogy reggel egymás után ezzel kettőt mentünk. Már azért most már egy 25 perces várakozás mutat. Kb. Ez a max. Tehát igazából ehhez kell a legtöbbet várni. Úgy tapasztaltuk. Mondjuk elvileg ez itt a 25 perces állapot. Beljebb talán nem.
Itt ilyen táblák szokták mutatni. Jó, hát szerintem ez egy olyan 15 perc lesz kb. Ez a sor. Na, vettünk szuper finom golyófagyit. Egy banán split, egy mangó, meg egy... Ez mi volt? Kékáfonya? Kékáfonya. Tök finom. Azt mondják, olyan, mint 4 évesen füreden. Csak ez még izgalmasabb, mert zacskóban van. Ráadásul vegán. Szuper egészséges. Na, hát most már csak ismételjük a játékokat újra és újra. Egy óra múlva zár a park. Szerencsére rengeteg dolgon tudtunk menni, nagyon sokszor. Remélem nem most töröm össze a telefonom. Nyertünk 2 figurát. Ó, Istenem! Oda megyünk még a másik ilyen lejtés, és hát azért estére összerázza az ember, hogy hát ez a sok dolog. Úgyhogy, de nagyon jó, szóval érdemes eljönni. Nagyon vicces. Ó, a gyomrom! És mondom, erre azért érdemes figyelni, hogy itt az osztrák iskola napok, azok így június utolsó napjaiban érnek véget. Elvileg pont ma van, hogy valahogy még ezelőtt jöjjön az ember, és akkor relatíve egész jó a tömeg, kevesen voltak. Na, itt megy a cuki konvoj, háttérbe a cuki légbalon, mivel már cukin ki vagyunk pukkanva. Gyerek román nyerte most magát ilyen kis játékébe, ilyen E, ilyen nyalóka gyűrű, meg ilyen ez a roll, ez a ilyen gumicukor roll, semmi más nincs benne, csak ilyen. 1 euró volt egy menet, az kb. 5 euróért 4 izét ki is vett, úgyhogy lehet, hogy lassan rászedik a félkarú rablóra. Na jó, hát aztán 4:30, el vagyunk pukkanva már 2 nap után, úgyhogy ezek már lassan záróképek lesznek. Mindenre sikerült nagyon sokszor felülni, szerencsére egyáltalán nem voltak sokan. Idő is nagyon jó volt, úgyhogy tehát ez Family Park, Budapesttől durván egy 2 óra út. És aki egy jó kis vidámparkozást szeretne, az akár 1 napba is bele tudja sűríteni. Este utána nem lesznek problémák a gyerekekkel, alvásügyileg. Na, hát mint kiderült, 6-ig van ma a park, mert péntek van. Tegnap 5-ig volt, de hát már eléggé trottyon vagyunk. De azért még megyünk, visz minket a lendület, az előbb megint egy hullámvasút, szóval végig toljuk 6-ig, az biztos. Megyünk még egyet a mi általunk ninjagónak nevezett őrületen. Az előbb volt megint egy rendes nagy hullámvasút. Úgyhogy hát lassan off a sztorinak. Szerencsére ül a park, és megint egyre kisebb a sor mindenhol. Úgyhogy így 5:30 felé.
6 óra, most végzünk. De itt tiszta víz minden, ez le fog fröcskölni. És még itt van egy sárgány. Megyünk kifelé. Szerintem ez úgy lefröcsköl engem mindjárt, mint a húzat. Na utolsó másodpercek, bezárt a park, 6 óra van, úgyhogy távozzunk. Brutális nap volt. Ráadásul 4-en jöttünk és 6-an megyünk, mert jön velünk haza Mário is, meg Yoshi is. Úgyhogy ennyi volt a Family Park 2023-ban. Jó hely, gyertek ide!